a járókelőket. Ez itt még mindig a Nem adom a házamat mozgalom rendezvénye, amely azt a címet viseli, hogy itt vasolunk mi, itt fogtok lakni ti. Ez a rendezvény egész nap tart, előreláthatólag este 10 óráig. És akkor, aki az előbb nem maradt a hozzászólásával, az annak most átadom a szót. Judit! Engedjétek meg, hogy itt a mellettem álló hölgyet bemutassam, és főleg azoknak az embereknek, akik otthon a fotelban ülnek. A hölgy itt mellettem Duttyán Andrásné Erzsike, 83 éves, 83 évesen Kiskunlac házáról feljár két naponta a parlament felé, úgyhogy tessék példát venni róla, és örökre maradjon fent a neve, és áldja meg a Jóisten egészségben, erőben, és köszönjük szépen, hogy ilyen csodálatos ember, és minden tisztelet az övé. Köszöntök itt minden kedves ember, sorstársamat. Én nem vagyok hős, én csak a szavamon állom, nem úgy, mint a kormány, mert a kormány hazug szószegő lett, a forintosítással félrevezetett bennünket és becsapott. Akkor én májusban elhatároztam, hogy ha a kormány nem állja a szavát, akkor én szentvics emberként járom a frekventált tereket, középületeket, és én ott a Kadab által a készített plakáton három naponta, három óra hosszán sétálok, és a véleményemmel gondolatokat ébresztek az emberekbe. Mert úgy gondolom, hogy ez a kormány nem a szegény embereknek a kártyánál, hanem csak a gazdagokon, meg a magdárokon. Mert a törvény, a forintosítással hozott törvény, annak egy nagyon-nagyon súlyos hibája van, mégpedig az, hogy nem maximálták a gazdoknak a nyereségét. Mert így 20 éves utamidőre a 6 millióra 18 milliót kértek. A mostani rendelet szerint, de ahogy én ismerem Matolcsi úrnak az unortodox gazdaság politikája, az alapszabatot már lefelé nem tudja vinni, csak fölfelé, akkor a mi szabatunk is 3 hónaponként csak fölfelé fog menni, és a határa csillagos ég lesz. És így a 6 millió forintra a 20 év alatt 24 milliót is fizethetünk. Ha írjuk, de én szerintem kérdezem, hogy a mostani fiataloknak, akiknek munkahelyük sincsen, egy-két gyerekkel olyan Istenbe tudják fizetni, a nagyszülők még élnek, ott még tudnak egy kis segítséget adni. De ahol mi? Ott a kutcára kerülnek sajnos ugyanúgy, mint már sok százezerrel. Ezért kérem önöket és minden embertársát, hogy segítsenek abban, hogy a kormány a forintosítás törvényt újra számolja, és a bankoknak a nyereségét semmiféleképpen ne engedje a 10%-os utamidőnél maximum, azt, ha tud.